szerződésig átolt elére úgy cselekményt elismeri a bűnösségét. A vádirati tényállás szerint a kiskorú sértett vele született betegsége okán nem képes kommunikálni, teljes körű ellátást igényel. Az ő felügyeletét 2023. március 27-én a vádlott édesapa látta el. Ekkor nem vette észre, hogy a gyermek a rendszerint zárva tartott, de akkor éppen nyitva felejtett udvari kertkapun át egyedül kisétált. Őt végül egynapos keresés után találták meg a lakóházuktól 3 kilométerre fekvő mezőgazdasági földterületen. A vádlott a mostani tárgyaláson nem ismerte el bűnösségét. Korábbi, a nyomozás során elmondott állításait a bíró ismertette. Én megnyitottam a történtekkor, egyből megkezdtük a keresését, rettegtem, hogy nem látom többet, és szégyeltem magam, hogy nem figyeltem oda, és ez lett az eredménye. A történteket nagyon bánom, és hálás vagyok, hogy a végül nem lett baja. Egyébként orvoshoz visszük a betegségét, érintő vizsgálatokra is folyamatosan járunk bele, megpróbáljuk megoldani a nevelését, azóta hasonló nem történt, azóta fokozottan figyelünk, hogy véletlenül se történhessen hasonló. A szülők a tárgyaláson ismertették, hogy gyermekük autista, 24 órás felügyeletet igényel. A fiú édesapja azt mondta, a kaput a szél olyannyira befújta, hogy az kinyílott, így tudott a fiú kimenni. A gyermek keresésében a rendőrség munkatársai, több polgárőr, a tolnai mezőőrség, valamint számos állampolgár is részt vett, a kereséshez keresőkutyákat és drónokat is igénybe vettek. Az ügy tárgyalása októberben folytatódik.